Tudod, mi a zsákban macska? Az, amikor a bioboltban leemelsz a polcról egy ganodermás terméket. Próbáld már meg a címke alapján kideríteni, hogy az melyik alfajból készül, például a 200-ból, ami létezik. Vajon abból-e, amelyiknek legmagasabb a hatóanyag tartalma, vagy pedig abból, amelyiket a legkönnyebb termeszteni. Próbáld meg kideríteni, hogy ki lehet a gyártója, milyen táptalajon és milyen módszerrel termesztette. Próbáld meg kideríteni, hogy hogyan történt a feldolgozás, milyen technológiával. Mennyit sikerült megmenteni a hatóanyagokból és beletenni a termékbe. Hát nagyon meglepődnék, hogyha ezek közül bármelyiket ki tudnád deríteni, akár a címkéről, akár esetleg a gyártócégnek a honlapján. A gram lesz rajta. Az, hogy hány gram ganodermát tartalmaz. Csak ezt tudod, pontosan olyan, mintha valamelyik termékre rá volna téve, hogy fél kiló hús tartalmaz, a másikra meg az, hogy 75 dekát. Hát hol, mindjárt könnyű a döntés, a 75 deka az több. Csak az a fél kiló hús az B-szín, a 75 deka meg ilyen vágóhídi nyesedék hús, ezek a fecnik, amik semmire nem valók. Hát ezért ez jó nagy különbség, azt hiszem nem is kell magyarázni. Sokan úgy gondolják, hogy tök fölösleges egy MLM céghez beregisztrálni törzsvásárlónak azért, hogy ganodermás terméket fogyasszál, mert a bioboltba bemész és megkapod olcsóbban ugyanazt. Hát ez is jó nagy tévedés, és ezt nem azért mondom, hogy hazabeszéljek. Az is rövidlátásra van, hogyha valaki nem érti, hogy a törzsvásárlói regisztráció pont arra ad neki lehetőséget, hogy a saját termékeinek az árát csökkentse. A társadalombiztosítás nem támogatja azt, hogy mi táplálékkiegészítőket fogyasszunk, tehát vagy te teszel valamit az ügy érdekében, vagy senki. Tudom, hogy van magyar termék, és Magyarországon is termesztenek és gyártanak ganodermás termékeket, és hát ha mi magyar, az ugye rögtön világhírű is, hát értem én, ilyenkor dagad a magyar szügy, de hát legyünk már komolyak. Az, hogy valami magyar termék, az semmiféle garanciát nem jelent semmilyen minőségre. A DXN ganodermája sem attól jó, mert maláj. De a lényeg az, hogy félre ne értsd. Látod ezt az elszíneződést a körömházamon? Ez nem piszok, de ilyen picikét sem befolyásolja az én egészségemet az, hogy te milyen ganodermát fogyasztasz. Az a tiédet befolyásolja. És lehet, hogy a DXN ganodermája az elején kicsit többe kerül, de olyan minőségi igazolásai vannak, amilyen semmelyik másik cégnek nincs. És ez nem azért van, mert a DXN ellopta az osztálynaplót és beírt magának egy csomó ötöst, hanem ezeket az ötöseket cégfüggetlen grémiumok adták ki, gyakorlatilag az osztályfőnök írta be a naplóba. A másik pedig az, hogy az is nagyon nagy különbség, hogy ha a DXN termékeit fogyasztod, és teszel érte, hogy ezek olcsóbbak legyenek neked, akkor ezek olcsóbbak is lesznek. Ha pedig a bioboltba veszed meg a ganadermát, soha a büdös életben nem fogja neked olcsóbban adni, se a tulajdonos, se a gyártó, azért, mert te hűségesen fogyasztod esetleg már évek óta. Ha nem akarsz maradni a következő videókról, akkor lájkold a Facebook oldalamat, és iratkozz fel a YouTube csatornámra. Tarts velem, és váltsunk azt ott együtt!